St. John Árva ház, Washington DC, 1877. A sebed gyógyíthatatlan. A sérülésed nem fog begyógyulni. Senki sem járhat közben az érdekedben. Nincs gyógyír a sebedre. Úgy csaptam le rád, mint az ellenséged. És megbüntettelek. Kegyetlen voltam veled, mert olyan nagy a bűnöd, és olyan sok a vétked. A helyedre! Kevers engem. Az őszhajú férfi. Szenvedélyes vagyok. Ez csak akkor érthetik meg, ha olyanok, mint én. Az árvaházban, ahová beraktak, rögtön azelőtt, hogy Garfieldot meggyilkolták. Volt pár idősebb fiú, akik elkaptak egy lovat a lejtőn. A mező végében volt egy kerítés. Neki szorították a lovat, és megkötözték. Egy vén lovat. Petróleumot öntöttek a farkára. Meggyújtották, majd elvágták a kötelet. Futni kezdett ez a vén ló. Átvágott a kerítésen, hogy elmeneküljön a tűz elől. De a tűz vele maradt. Az a hó, az vagyok én. Ilyen egy szenvedélyes ember. Üldöz a tűz, majd elkap, és végül a véreddé válik. Ezután a tűz irányít, nem pedig az ember. A szenvedély tüzét okolják a történtekért, ne Albert H. Fischt. New York City, 1928. És egész nap súgottam. Ide néz. Képzel. Ezt nézd. Elnézést, hölgyem. Itt van Mrs. Carson lakása. Fel a lépcsőn. Fogok nyerni. Köszönöm. Nos, mint mondtam, egész állam. Szia. Én takarítottam ezt az egész lépcsőházat. Elegem van már. Na, tetszik? Jó napot! Üdv! Albert Fish szobáját keresem. Hogyne. Hagytam üzenetet, hogy hívta, de pár napja nem láttam. Tessék, megvárhatja a szobában. Furcsa időpontokban jár kell. Csak tessék. Köszönöm. Papa!
Te mit csinálsz ott? Hát csak leejtettem a levelet. Az az enyém. Ne nyúj hozzá! Tudom, Csak azt néztem, hogy írte nekem John. Azt mondta, hogy fog. Nem írt. Nem számítottam rád. Korán véget ért ez a munka. Elküldtek. Kirúgtak? Nem! Te lustaság, te semmire kellő. Mihez kezdjek veled? Gondolom, nincs hol laknod, hm? Ha gondot jelent, alhatok ennél, vagy Görtinél. De reméltem, hogy szerzel nekem munkát. Jó hasznát venném. Van egy matrac a kamrában. Azon elalhatsz. Te vagy az, Timi? Hogy van a kedvenc fiúcskám? Jól. Alig vártam már, hogy lássalak, mert vásároltam a kedvenc karamelládból. Kész belőle? Akkor gyere ide. Nem akarom összefestékezni a padlót. Tessék. Fogd csak. Én megtartok egy kis szünetet, hogy megtanítsak neked egy tengerész dalocskát a tengerészállás veszélyeiről. Timi, gyere ide! Hé, edd meg ebéd után. Jó reggelt, asszonyom. Remek munkát végez, Mr. Fish. Mintha csak új lenne. Köszönöm. Mrs. Carson. Mondja, gondolkodott azon, amiről a múltkor beszélgettünk. Vagyis, hogy valamelyik délután elvinném a kis Timit moziba. Esetleg valamikor a héten. Én nem tudom, Mr. Fish. Nagyon kedves öntől, de... Ez nem kedvesség, Mrs. Carson. Inkább talán önzés. Tudja, nagyon ritkán látom a saját unokáimat, és... Imádom a gyerekeket. Megérti ezt? Hálásan köszönöm. Ez a kaja és a krumpli? Én így szeretem. Tehát te is így eszed. Meg sincs főzve. Edd meg az egészet. Húsvét van egy istentelen világban. Hajnal óta vártam, teljes bizonytalanságban. Egy férfi azt mondta, nekem köszönheti az életét, és tartozik nekem. Úgyhogy latba vetette a befolyását, és visszaálltam a munkába előléptetéssel. Hogy mondhattam volna, hogy nem kell a munkája? Hogy nem akarom magam egy íróasztalhoz láncolni? Képtelen voltam. De megfogadtam magamnak, hogy nem fogok sokáig itt ragadni.
Jöjjön be! Jó reggelt, parancsnok úr. Wilkin vagyok. Korán jött. Üljön le. Inkább ne tegye. Hogyne. Elég nagy híre van itt nálunk. Ezt nehéz elkerülni a mi munkánkban, de ezt ön is tudja. Alábecsülte magát. Hm? Az aktája olyan olvasmányos, mint egy Dumas regény. Persze én sohasem voltam Dumas rajongója. Jobban szeretem az intellektuálisabb dolgokat. Szerintem hamis képet alakított ki rólam. Remélem is. Tudja, ha tehetném, nem haboznék, ide helyeztetném. Hiszen az osztály az enyém. És annak ellenére, amit rólunk hall, jó munkát végzünk, fontos munkát, és hozzáértő emberekre van szükség, olyanokra, akik azért se adják fel. Őszintén szólva, magát nem tartom ilyennek. Maga semmit sem tud rólam. Tudom, hogy parancs ellenére hagyta el a rendőrséget. Ennek ellenére előléptetéssel tér vissza egy fenti barátja segítségével, de soha nem volt képes kitartani valami mellett, úgyhogy épp eleget tudok. Tudja, ami azt illeti, én nem hiszek el mindent, amit olvasok, vagy hallok. Úgyhogy nem fogok visszafojtott lélegzettel várni, hogy ön valóban olyan pártatlan és észszerű, mint ami ennek mondják. King! Üljön le! Talán ki fogunk jönni egymással. És igaza volt. Jól kijöttünk egymással. Csak egy baj volt, nem csak mi ketten voltunk az osztályon. Jó reggelt, uraim! Bemutatom Will Kinget. Will, az lesz az asztala. Uraim? Az új fiú a suliban. Kíváncsiak voltunk, mikor kezd. Jimmy Carr vagyok. Örvendek. Én is. Rendben, fiúk! Világosítsuk fel, King nyomozót az ügyeinkkel kapcsolatban. Mutassuk meg, hogy megy itt a munka. Hát maga az. Azt hittem, meghalt. A távol lét tehát meglágyítja a szívet. Rég találkoztunk, Mayor. Gratulálok az előléptetéséhez. Kösz. Kiérdemeltem. Rendben, mindenki figyeljen. Will haladó kurzusokra járt a Kolumbián. Kriminológiából és új lenyomat elemzésből. És lesz olyan kegyes, hogy megoszta velünk mindazt, amit tanult. Fent lesznek az időpontok a táblán. Addig is Will kezdje el a munkát Frankel az ismeretlen ügyében. Bocs, parancsnok, egyedül is megy. A bizonyítékgyűjtés megtörtént. Segítsen az új lenyomat elemzésnél. Egy hivatásos jószolgálati nagykövet. Abba hagyná ezt. Mi van? Nem mehetek az ebédidőmben? Látja itt ezt a szabálytalan barázdát? Ugyanolyan, mint az ott. Ez itt az ismeretlen, nézze meg. Azt állítja, hogy ez a nyomozói munka jövője. Nekem mindegyforma. El tudja képzelni rólam, hogy új lenyomatok ezreit vizsgálom, kézbolondokháza. Nekem emberi arcot kell látnom. Adjanak egy egyszerű személyleírást, és én tuti megtalálom a tettes. Én nem. Az túl megbízhatatlan. Nagy a hiba lehetőség, és az emberek hazudnak. Megfelejtenek. De az új lenyomat nem. Fúj! Mama.
Krisztus vagyok. Mama, Krisztus vagyok. Légy a karodba. Keresztre akarnak feszíteni. Mama! Gertrude? Üdv! Nem csókolod meg a papát? No, nézd, csak ez meg ki lehet? Ő az én kis glóriám. Csak nem az én kis unokám. Meg akarod fogni? Tessék, nem értek az ilyen kicsikhez. Vedd őt vissza. Már hogy ne értenél. Ő majd elfelejtettem. Megjött John Csekje. Tedd a tárcádba. $25, ez a teljes összeg. Nem fogadhatom el. Azt akarom, hogy eltedd. Kérlek, vedd vissza. Kérlek. Nem, az a tiéd. Meg a kis glóriájé. Kedves Mrs. Carson, volt egy egyességünk. Azt ígérte, hogy elvihetem a kis Timit moziba. Miért nem tartotta be az ígéretét? Tudhattam volna, hogy maga is olyan, mint a többiek. Az ellenkezőjét reméltem, de maga csak egy nő. Egy haszontalan, semmire kellő ripanc. Azt sem tudja, hogy kell egy gyereket nevelni. Isten segítse a fiút, ha majd megtudja, hogy mekkora ribanc az anyja. Szégyelje magát, Mr. Fish! Szégyelje magát! Hol van? Hogy mer ilyen bűnös dolgokat írni nekem? És ez az alakjár templomba? Kidobom innen mindkettőjüket kifelé! Ne, Mrs. Carson, várjon! Elég! Elég! Mit értek? Ezt a macskot írta nekem az apja. Ó. Oh. Tudod róla? Nem. Mi az? Semmi rossz szándéka nincs vele. Értem. Tehát már csinált ilyet. Olyan, mintha beteg lenne. Maga is szégyelje magát. Én semmit sem csináltam, Mrs. Carson. Én nem lennék képes ilyen levelet írni. De őt hagyta! Hányni tudnék? Mindkettőjüktől! Tűnjön el innen, vagy hívom a rendőrséget! Most azonnal! De... Papa, mi a csodáért teszel ilyet az emberekkel? Tudnod kellett, hogy újra ki fognak rúgni minket. Kezdem azt hinni, hogy neked szükséged van erre, mint másoknak a levegőre, meg a vízre, de én többé nem akarok belekeveredni a dolgaidba. Görtinél leszek. Kérem, adja át ezt a levelet Gertrude lányomnak, hogy tudja, hol talál minket. Megátkozlak, te rohadt tehén, kitépném a szíved, ha lenne. Légy átkozott örökre. Kifelé innen, azonnal tűnjön el, hallotta? Mielőtt hívnám a rendőrséget. Mr. Fish, nem megyünk moziba? Timi! Te jó ég, Görti! Albert, segítenél? Mi ez a sok minden? Köszönöm. Azt gondoltam, a változatosság kedvéért tartottnánk egy családi vacsorát. Van itt csirke, borsó, tejszín, vaj.
Egek, Görti, hogy tellett mindenre? Emiatt ne aggódj. Csak élvezd. Ó, drágám, ma este lakmározni fogunk. Kár, hogy a papád nincs itt, hogy velünk egyen. A papa adta a pénzt. Egy keveset. Nekünk adta John néhány csekkét. Segít nekünk és Glóriának, meg neked. Nekem? Hát, hogy ne. Igen, neked. Tudja, hogy nálunk laksz. És hogy még egy szájat kell etetnünk. Higgy nekem, a papa nem azért adta a pénzt, hogy rajtam segítsen. Pontosabban annak ellenére is adott neked pénzt, hogy én itt lakom. Papa soha nem tenné meg, hogy nekem segít. Albert, miért gondolod mindenkiről a legrosszabbat? Segített neked munkát találni, és megengedte, hogy nála lakj. Képzeld, gyakorlatilag könyörögnöm kellett. Nem is értem, miért töröm magam. Ahányszor munkát adott, egyedül végeztem el mindent, míg a jó ég tudja, merre csavargott. Túl szigorúan ítéled meg. Figyelj, Görti, nem vagyok őrült. Pénzt ad neked, néha kedves dolgokkal lep meg. Te vagy a kedvence. Nem ítélem el érte. Csak azt nem értem, hogy miért teszi ugyanezt Ennel, Henryvel, Edwarddal, meg Johnnal, míg velem soha, soha! Ó, oh, Albert, ez nem igaz. Mindünket egyformán szeret. Nem mindig a kedvenc gyerek szokta azt mondani, hogy mindünket egyformán szeret? Hülyeség ilyesmit mondani. Különböző embereket nem lehet ugyanúgy szeretni, Görti. Nem lehet. Ezt a mama is tudta. Ez meg mit jelent? Azt, hogy a mama tudta, milyen a lelke mélyén. Tudta, hogy a papa... Mindig idejük adunk ki. Na, ki vele? Nem, felejtsd el. Ne haragudj, fáradt vagyok. Hagyd ezt abba, és főzz vacsorát! Albert! Anya elhagyott minket, amikor még kis gyerekek voltunk, és a papa nevelt fel hatunkat teljesen egyedül. Ezt miért nem tudod a javára írni? Mert beteg, Görti! Valami nincs rendben vele! Persze, hogy nincs! Gondolj bele, mi minden történt már vele! A jóságos ég, Görti! Nem lehet mindig arra hivatkozni, ami az emberekkel történik! Néha az embert kell megítélni! A viselkedését, a cselekedeteit! Akkor nézd meg, mit tettél! Összetörted a szívét, amikor elmentél a mamához, miután elhagyott minket! Talán ezért olyan szigorú veled! Drága, ne már! Gertrude! Tényleg igaz? Elkaptuk. Most írom a jelentést. Ez igen. Gratulálok. Tényleg. Kösz. Hé, hey, fiúk, mit szólnak? King épp most oldotta meg az egyik legrégebb ügyünket. Azt mondom, ígyünk egy kört a városban. Ez jó, rendben vagyunk. De szolgálatban nem is. King nem szegi meg az ösztilalmat. Az italozás illegális, nem? Ugyan már, zsenikém. Hosszú ideje ez az első ok arra, hogy ünnepeljünk. És ismerek egy tuti helyet. Leszel az ösztilalom. Nem, Jimmy, kösz. Majd én, Jimmy. Antialkoholista lett King. Régen abba se tudta hagyni. Ismerem a korlátaimat. Ez mit akar jelenteni? Hé, most inkább ünnepeljünk, fiúk! A zsenére! És a jól végzett munkára. Hiába ellenkeztem. A zseni rám ragadt. De egy idő után ez már csak mélyért zavarta. Itt vannak, látja? Nekem most mennem kell, várnak rám a barátaim. Hé! Hey! Hello, Francis! Szia! Hogy érted azt, hogy nem tudod, hová ment? Egész délután együtt játszottatok. Nem tudom, mama, nem tudom. Francis mondta, hogy jöjjek haza. Mikor? Ronald, ezt mikor mondta neked? Amikor azzal az emberrel beszélt. Emberrel? Miféle emberrel? Miféle emberrel beszélgetett Francis? Az őshajóval. Nem akarok több elveszett gyereket. Megvan mindenkinek a párja? Igen, uram. Rendben. Figyeljetek oda egymásra. Egy percre se téveszítek szem elől a párotokat, mi alatt Francis-t keresitek.
Francis! Hol vagy? Francis! Merre vagy? Francis! Ha-ha. Hol vagy? Ha a gyilkos egyedül volt, akkor igen, fiatal. Nézzék ezeket a vágott sebeket, meg a horzsolásokat. Bárki is tette ezt a szörnyűséget a fiúval. Ez az ember erős, mint egy bika. Tehát, ha egy idős ember gyanúsítanak, akkor volt bűntársa. Ne nézzetek oda! Kérem, ne bámészkodjanak itt! Csepeli helyi járat. A jegyeket kérem! A jegyét, asszonyom. Köszönöm. A jegyeket kérem. A jegyeket. A jegyeket kérem. Igen? Segíthetek? Itt lakik Edward Budd. Mert? A hirdetése miatt jöttem. Ó, igen. Most épp nincs itt. Van egy ajánlatom, amiről beszélni szeretnék vele. Én egy Long Islandi farmon lakom. Én Edward anyja vagyok. Az ön neve? Howard. Frank Howard. Oh, nos, miért nem jön be, Mr. Howard? Köszönöm szépen. Grace! Edward a szomszédban van. Igen, mama? Szaladj és hívd haza a bátyád. Grace-nek hívnak. Az unokámra emlékeztetsz. Tessék. Köszönöm, hogy ilyen jó kislány vagy, Grace. Köszönj meg az úrnak, Grace. Köszönöm! Edward! Kérem, üljön le. Elnézést a rendetlenségért. Nem vártam vendéget. Kér egy pohár limonádét, Mr. Howard. Vagy ne, köszönöm, asszonyom. Idősebb vagy, mint amire számítottam, fiam. De mire számított? Ez nem baj, vagy igen? Á, de nem. Ez tényleg jó. Hasznomra válnak az erős karok. Nem baj, ha átjön a barátom Willy. A szomszédban lakik. Együtt találtuk ki ezt a dolgot. Nos, nem terveztem két személyre. De hívd át, és meglátjuk. Bizonyára te vagy, Willy. Igen, uram. Örvendek, uram. Willy, ő itt Mr. Howard, aki munkát ad majd nektek. Én is örvendek, Willy. Mr. Howardnak van egy farmja a szigeten. Pontosan, így van. És el kellene a segítség. Mi komolyan dolgozni akarunk, ugye, Willy? Igen, hogyne. Jó. Nem lesz gond, fiúk. Mit szólnátok, ha a hétvégén értetek jönnék?
Oh, ez remek lenne. Akkor vasárnap, a mise után. Ámen. Igazán remek eszköz. Nézze a fogazott élét. Nagyon masszív az egész. Bármit elvághat ezzel a fűrésszel. Rendben, uram, becsomagolom önnek. Csak $3.50. Remek vétel. Tessék. Nagyon köszönöm. Legyen jó használt. Biztosan tudja vinni, uram? Semmi gond. Bár ha meggondolom, megőrizni ezt egy órára. Semmi gond. Itt megtalálja. Kösz. Fáradjon be. Ön bizonyára, Mr. Bud. Örülök, hogy kezet rázhatok önnel, uram. Újfent bocsánatot kérek a késésért. Remélem, idejében megkapták a táviratot. Oh, igen. Igen, hogy ne. Nagyon izgalmas volt Edward számára. Azelőtt még sosem jött a nevére távirat. Kérem, Mr. Howard, foglalja helyet. A tavasz első forró napjai, gyilkos ilyenkor a meleg. A táviratában említett késés oka valami komoly volt? Csak üzleti ügy. Ezt pedig magának hoztam a farmról. Bízom benne, hogy hasznát veszi. Hogy ne, köszönöm. A fiúk már készen állnak? Már egy hete készen állnak. Sosem voltak még ilyen izgatottak. Reméltük, hogy velünk fog ebédelni. Grace, köszönj Mr. Howardnak. Elviszi Edwardot és Willit a farmra. Örülök, hogy újra látom Mr. Howard. Én is örülök, hogy látlak, Grace. Kóstold meg. Direkt neked hoztam. Szabad, mama? Először ebédelned kell, Grace. Akkor velünk ebédel, Mr. Howard. Mit mondasz, Grace? Maradhatok? Nemet mondani egy ilyen arcacskának. Mutasd meg nekem, milyen nagy lány vagy, és számold meg ezt a pénzt. Hasznomra lenne egy okos könyvelő. Megteszed nekem, Grace? Kedves, hogy ebédre invitálnak, de már elköteleztem magam ma délutánra, nem maradhatok sokáig. Megígértem, hogy részt veszek az unokahúgom szülinapi zsúrján, a húgom házában.
Úgy tervezem, hogy elmegyek a zsúrra, és aztán visszajövök a fiúkért. $92.50. Grace, ahogy így elnézlek, velem kellene jönnöd. Szerintem nem lesz a zsúron egyetlen nálad aranyosabb fiú vagy lány sem. Nem is olyan rossz ötlet. Grace talán velem jöhetne. És aztán, amikor visszajövök, hogy hazahozzam őt, magammal viszem a fiúkat. Én nem is tudom. Igazán kedves az ajánlata. Tessék. Itt van 50 cent, vegyél valami édességet. A szülinaposnak. Meg magadnak is. Megengeded, mama? Nos, megbeszéljük a zsúrt, amíg te megveszed az édességet. De ne edd meg ebéd előtt! Hol lesz a zsúr, Mr. Howard? A Columbuson, 135-ös szám alatt. Nagyon szép házban laknak. A húgom gyerekei pedig körülbelül egy idősek résszel. Nem is tudom. Nincs semmi ajándékunk, és nem tudom, Grace mit vihetne a házigazdának, és... Gondoltam, így módon köszönetet mondhatnék az ebédért. Edi, fiam! Majd csak késő délután fogunk indulni. Addig megnézhetnétek egy filmet. Nagyon köszönöm, Mr. Howard. Miért ne engedhetnénk el Grace-t? Egész héten itt ül a pincében, biztosan élvezné a dolgot. Nos, rendben. De elmehet. Jó. Nos, hát akkor együnk. Éhen halok. Én is. Ígérd meg, hogy jól fogsz viselkedni, Grace. Ne egyél túl sokat, mert beteg leszel. Légy kedves a gyerekekkel, és ne feledd, hogy Mr. Howard húgának a vendége leszel. Rendben, mama. Viszlát, mama. Rendben. Jó szórakozást. Délután találkozunk. Üdv, uram! Tessék! Adjon egy mirrort. Már is adom az aprót. Tartsa csak meg. Köszönöm. Köszönöm, uram. Grace. Köszönöm. Köszönöm, uram. Két jegyet a Van Cortlandt Parkig a Putnami járatra. Egyet csak oda, és egy retúrt Worthingtonba, kérem. Egy odaút és egy retúri egy Worthingtonba. Pontosan. Rendben. Mennyi lesz? $1.10. 10, 10, 10, 30 és 60. Itt a két jegy. Adom a visszajárót. Parancsoljon. Köszönöm. Tessék, őrizd a jegyeinket, Grace. Tisztelt utasaink, felhívjuk figyelmüket.
Grace. Ó, oh, Grace. Egy pillanatra azt hittem, hogy elvesztél. Milyen virág az? Lilium, lilium. Milyen jó az illata. A húgom kertjében még több szép virág van. Annyit szedhetsz, amennyit csak akarsz. Tisztelt utasaim! A 23 számú vonat hamarosan ajándéka. Tessék. Grace, mit csinálnék nélküled? Adom a szülinapos kislánynak. Nincs ennél jobb ajándék, ugye, Mr. Howard? Igazad van, Grace. Ó, Grace! Csak akkor gyere, amikor szólítalak. Meglepetés lesz. Psss. Gyere fel! Elbújjunk a kislány elől! A 20-as körzetet kérem. Nem jelentettek önöknél egy balesetet, ami egy kislánnyal és egy idős urral történt? Fehér ruha van rajta. Abban konfirmált. Nem? Semmi ilyesmit? Értem. Köszönöm. A vír? Remek, jöjjön csak. Üljön le. Ez egy komoly ügy. Egy eltűnt kislány. 10 éves, a neve Grace Bath. Valószínűleg elrabolták.
Ezen a címen dolgozik az apja. Menjen érte és kérdezze ki. A 20-as körzet rendőrei most mozgósítanak egy kereső osztagot. Miből gondolja, hogy emberrablás történt? Követeltek váltságdíjat? Nem, még nem. Egy idősebb férfival ment el egy farmerrel. Valami zsúrba vitte. Délutánra vissza kellett volna vinnie, de nem tértek vissza. Elmentünk Mr. Buddyért a belvárosba, ahol portásként dolgozott. Amikor odaértünk, körbevettek minket az újságírók és a nézők. Azokra emlékeztetett, akikkel együtt voltam a háborúban. Akik azt hiszik, hogy ha elbújnak, ha láthatatlanok maradnak, akkor nevesen vagyok. A sors iróniája, hogy az ilyenek mentek ellenem. Mr. Bud többé sosem lesz láthatatlan. Hívom a feleségemet. Ögrész. Melyik újságtól jött? Anyukám, az úr nyomozó. William King nyomozó, Mrs. Budd. Eltűnt személyek osztálya. Már beszélt az újságokkal, asszonyom? Pár újságíró már volt itt. Leülhetnénk valahová. Feltennék néhány kérdést Frank Howardról. Tudja, olyan kedves embernek tűnt. Rendben. Szóval csak két alkalommal találkoztak vele, így van? Ez egy újabb keletű kép Grace-ről. Másolatokat készítenék róla a többi körzet számára. És látni szeretném azt a táviratot is. Már nincs meg. Ezt hogy érti? Mi nem találjuk. Akkor láttam utoljára, amikor Howard elvittek részt. De nem adták vissza neki. Nem. Hát akkor... Ahogy mondta, ott volt a kandalló párkányon, amikor Howard megjelent, aztán eltűnt. Értem. Na és az edény? Azt mondták, Howard hozott valamit a farmról. Ez az, itt van... Nem most el. Az jó. Csak maga és Howard nyúlt az edényhez. Már mondtam. Igen, én voltam az egyetlen. Már mindent elmondtunk magának. Ez a sok beszéd. Miért nem inkább a lányomat keresi? Miért nem megy el Mr. Howard húgához, hogy megkérdezze tőlem, mi történt? Sajnálom, Mrs. Fát. Feltételeztem, hogy maga már tudja. Azt mondták, Howard a Columbus 135 alá vitte Grace-t, így van? Igen, igen. A Columbus sugárút véget ér a 110-es számnál. Nem létezik a 135-ös házszám. Ha a postát kapnának Howardtól, ne nyissák ki. Ne engedjék meg a gyerekeknek sem. Azonnal hozzá kell hozzám. Ha vagy hívjanak fel és érteljenek. Szükségem lesz az új lenyomatára, ha az edényen semmit sem találok. Úgy érti, hogy váltságdíjat fog követelni? De miért kérne tőlünk pénzt? Tudhatja, hogy nincs pénzünk? Még nem tudjuk, mit akar Mr. Bud. Thank you.
kér újságot? Köszönöm. Ha visszajárunk. Köszönöm. Egy napilapot kérek. Parancsoljon, uram, vegye csak el. Köszönöm. Még valamit? Nem, köszönöm. Parancsoljon. Távirati iroda. Hogy bukkanhatnék másképp a nyomára? Meg kell lennie a kézzel írott eredetinek. Ez így van, de a táviraton szerepel a sorozatszám és a fiók neve, ami nélkül nem tudom megmondani, hol a kézzel írott eredeti. Hol tartják az eredeti példányokat? Átnézném őket. Az lehetetlen. Még ha tudná is, hogy melyik fiókunkban írták, több ezer táviratot kellene átolvasnia. Nincsenek erre embereink. Napokba, sőt hetekbe telhet. Sajnálom. Próbáljuk meg a következőt. Megírom az üzenetet. Maga elküldi a kért címre, és megkérdezi a távirdai dolgozókat, hogy valaki nem emlékszik-e, hogy már küldött táviratot arra a címre. Ha valaki emlékezne... Ez nem túl valószínű. Ha valaki emlékezne, akkor én magam keresem meg az eredetit. Rendben? Köszönöm. Megvetted? Igen. Ebben van. Itt van. Edward, nézd. Te meg mit csinálsz? Nem bontatod fel a leveleket. De ez ígéretesnek tűnik. Olvasni sem tudsz. Miért bontanád fel? Ezt itt olvast fel nekem. Mama, kérlek. El kell őket vinnem King nyomozónak. Ezt is itt. King nyomozó eltűnt személyek osztálya. Itt Frank a távirdából. Megtaláltuk az emberét. Melyik fiókban? A Cheltoniban. Köszönöm. Herfish! Jól vagyok, Frau Borg. Menj onnan, ott meglátod. Mi történik? Elnézést, Herfish! Kérem, legyen csendben! Kérem, minden ez itt... Rendben, Frau Borg. Kérem, próbáljon meg csendben maradni a házban. Kérem, mit a sön? Grace,
Grace! Meghalok a könnyeitől, Grace! Ne hagyjál! Ne hagyjál! Ezzel mit csinál? Feldugom a seggembe. Ez gondolító. Ilyet még nem láttam. Név Albert Fish. Vád exhibicionizmus. Tudja, miért van itt Mr. Fish? Emlékszik rá, hogy amikor elkezdett obszcén leveleket írogatni, akkor hogyan próbálta meg a tetteit összeegyeztetni a Biblia tanításaival? Hé, Doki. Hozna nekem egy szivart a héten. Lehet, hogy sikerül a nagy áttörés. Egy Kortál nevű fickó az. Kortál megjelent a Társaság a Gyermekek Védelméért nevű szervezetnél. Szeretett volna örökbe fogadni egy 6 éves kislányt. Van Priusza. Szennyes egy lista. Mit mondanak Badék? Mrs. Bad egy órával ezelőtt azonosította Kortált. Ó, igen. Igen, nagyon jó az arcmemóriám, ez valóban ő. A Középnyugatig sikerült nyomon követ. Kezdje St. Louisban. Ott több emberrablás is történt. Lehet, hogy van összefüggés. Uram. Gerti, tégy meg valamit az öreg apát kedvéért, jó? Írj egy levelet Gregory doktornak a Bellevue kórházba. Írd meg, hogy nem fogok több levelet írni. Kérd meg, hogy Isten nevében helyezzen a gyámságod alá. Minél előbb megteszed, annál hamarabb együtt lehetek ismét a családommal. Nem bírom már elviselni ezt a helyet. Mindenkit csókolok, papa. Ez egy nagy ember! A pokolba is. Kortárt nem tudjuk megvádolni a Bad ügyben. Rendelkezik az alibik alibiével. Berten? Uh-huh. Ráadásul Seattle-ben. A leveleken kívül, amiket az apja ír Mrs. DeMarco, említést tudna tenni az apjának további olyan cselekedeteiről, amik furcsának vagy abnormálisnak tűnnek? Nem értem, mire gondol. Nos, a levelek, amiket az apja írt, olyan szadista tetteket írnak le, amiket képzeletben követett el mások és saját maga ellen. Megkérdezhetem, milyen apa is volt ő? Jó apa volt. Törődött velünk. Mindig volt ennivalónk és otthonunk. Ki kérhetne ennél többet? Valaha is hozzáért magához, vagy a testvéreihez szexuális indítatásból? Isten ments! Tudom, hogy apám furának tűnik. Meg, hogy leveleket ír. Emlékezetem szerint mindig is írt ilyeneket. De ez nem jelenti azt, hogy meg is teszi azokat a dolgokat, amikről bennük ír. Szeretném hazavinni az apámat, doktor úr, ha lehetséges. Még egy kérdés, Mrs. DeMarco. Ki az a Grace? Fogalmam sincs. A nővérek szerint az apja néha ezt a nevet kiáltja álmában, és rettegve vagy sírva ébred. Tud erről bármit is? Nem. Rendben, Mrs. DeMarco. Az ön gondjaira bízom az apját. Kérem, jegyezze fel minden olyan cselekedetét, ami eltér a szokványostól.
Will King. King nyomozó. Itt Mrs. Delia Budd. Mrs. Budd? Igen. Charles Pope az, aki megölte Gracie-t. Kicsoda? Ölte meg Gracie-t. Várjon lassabban. Pope! Ölte meg Gracie-t. Pope? Igen. Charles Edward Pope. Ismételje meg. Charles Edward Charles... Pope. Pope! Edward Pope. Ezt hogy derítette ki? A volt neje, mesélt nekem a férjéről. Igen? Azonnal ott leszek. Megint bebasszony volt? Egy havi fizetésembe fogadok, hogy panaszkodott, hogy már nem szerepel annyit az újságokban. Ezúttal nem. Komoly nyomnak tűnik. Valami Pop nevű fickót határozottan Howardként azonosított. Mint Kortárt? Én nem tenném rá nyakam. King, néha nem árt tudni, hogy blöffölnek, ugye érti? Ez igaz a pókerre, Mayor. De nem az életre, na menjünk. Átkutattuk tehát Charles Edward Pope házát és istálóját. Itt nincs semmi! Mivel a bosszú álló ex-feleség meggyőzte Mrs. Budd-ot arról, hogy a volt férjének valami köze lehet Grace Budd eltűnéséhez. De Mayornek lett igaza. Hamarosan a sajton kívül mindenki számára világossá vált, hogy Pope-nak semmi köze sincs az ügyhez. Ez Grace izoknia. Én magam stoppoltam meg. Nézzen erre is. Tehát nem hiszi, hogy ő az? Nem. Sem Pope új lenyomata, sem a kézírása nem egyezik Howardéval. De semmit sem tehetünk, amíg Delia Budd nem vonja vissza Pope azonosítását. Nem teszi meg. Mindenütt esküdözik, hogy ő Howard. Az esküdtszéken mi a vélemény a teszükségre? Jó estét, Mr. és Mrs. America és kedves úton lévők! Jöjjenek a sajtóhírek! Úgy tűnik, hogy Manhattanben már a vége felé jár a 10 éves Grace Budd elrablójának hosszú üldözése. Rendőrségi források szerint a kis Grace elrablása miatt indított nyomozást lezárták. Az eltűnt személyek osztályát azzal vádolják, hogy nem segítette kellőképpen a nyomozást. Az első számú gyanúsítottakat, Albert Cordalt és Charles Edward Pope-ot minden vád alól felmentették. Valóban fagyos éjszaka ez Delia és Albert Budd számára. Nem! A Cordal és a Pope fiaskó után nem! Csak Cordalra ráment 2 évünk. Tudja, mennyi kritikát kaptunk? Parancsnok úr, kérem. Még egy kis időt kérek. Amikor még fiatal voltam, a gyilkossági osztályon dolgoztam. Tudott erről? Kemény munka, semmi kétség, de ha a gyilkosságiaknál dolgozunk, akkor mindig van holttestünk. Tudtuk mit, hol, hogyan, csak a kit és a miértet kerestük. Ez nagy luxus ahhoz képest, amit itt csinálunk. Én meg fogom találni, tudom. Az eltűnt emberekkel kapcsolatban az a legnehezebb, Will, hogy semmit sem tudunk. Fennáll a lehetőség, hogy soha senki sem fogja megtudni, mi is történt Grace Budd-dal, sem a családja, sem én, sem maga. Uram, úgyhogy lezárták a Grace Budd ügyet. Új ügyeken dolgoztam, de csak fél lélekkel voltam jelen. Ébren, álmomban, bárhol is jártam, Grace Buddot láttam. Úgy éreztem, cserben hagytam őt. Gyerünk! Tisztelt utasaink! Tájékoztatjuk önöket, hogy vonatindul a 23-as vágányról. A vonat úgy nem sír felé tart. Ébredjen! Ébredjen! Menjen hozzá az autót! Álljál akkor épp! Ő volt az. Láttam őt. Láttam őt. Kit látom? Kit látod? Miről beszél? Ott láttam. Majd pedig eltűnt. Talán a legbajósabb és legfinomabb próbálkozás az volt, amelyik során a figyelem St. Louisra irányult 1929-ben. Grace Budd, egy 10 éves kislány 1928. június 3-án elhagyta a Greenwich Village-i otthonát egy Frank Parkerként ismert Howard, nem Parker. Sem Parkerről nem hallottak többé, annak ellen... Jézusom, mi lenne, ha nem tévednének? Ne aggódjon, nem vagyok őrült.
Csak a rádiónak beszéltem. Tudja, nem bocsátanék meg magamnak, ha azt hinném, hogy elszalasztottam a lehetőséget, hogy előre szóljak. Parancsnok úr, köszönöm, hogy bejött, nem volt muszáj. A fiúk üdvözlik. Ó, és küldtek azokból a kézzel sodrott cigarettákból. Egek. Rosszabbak az előrejelzések, mint gondoltam. Nos, mi történt? A doki szerint ideg összeomlás. Nem tudja biztosan, meddig tart bent. Komolynak tűnik. Olyan, mintha anyám valamelyik betegsége volna. Nagyon nagy nyomás volt magán, Will. Nem tudom kiverni a fejemből azt, amit egyszer mondott nekem. Igen, és mi az? Hogy olyan ember vagyok, aki nem tart ki. Ha, tehát erről van szó. Will! Will minden nap bebizonyította nekem, hogy mekkorát tévedtem. Tessék. Gondoltam, ezt talán érdekelni. Annyi év után ismét elővették. Nem maga az egyetlen, aki nem felejtette el. El tudná intézni, hogy ide küldjék nekem az aktákat? Az orvos közölte magával, hogy ágyban kell maradnia. Vagyis nem dolgozhatok csak az ágyban. Még soha nem ismertem olyan embert, mint maga. Komolyan mondtam. Én is. Ki gondolta volna, hogy egy unalmas irodai állást ide juttatja magát? Szabaduljon ki innen! Edward! Olvasd. Kedves Mrs. Budd. Mi áll benne? 1928. június 3-án. Nem. Vasárnap. Mi van veled? Együtt ebédeltünk, Grace az ölemben ült és megpuszilt. Nem kaptam meg azt az állást. Úgy döntöttem, megeszem őt. Nem Grace-ről van szó? Már nem jönnek olyan levelek, mint régen. Egy régi házba vittem Westchesterben, amit előre kinéztem. Amikor odaértünk, megkértem maradjon kint. Felmentem a lépcsőn és levetettem a ruháimat. Elmegyek. Mégis hová? Mi az, nővér? Edward? Jó napot, King nyomozó. Elnézést a zavarásért, de az eltűnt személyek osztályán nem akartak segíteni. A parancsnoka mondta, hogy itt megtalálom, és hogy maga majd segít. Ezt mondta. Nos, Edward, még kérdezni is félek.
Jött ma egy levél. De nem postán, hanem becsúsztatták. Nem olyan, mint az eddig kapott levelek. Nem bírtam felolvasni a mamának, mert... Amúgy meg... Olvassa el. Azért hoztam el, hogy halljam a véleményét. Először levetkőztettem, hogy rúgott, harapott és karmolt. Megfojtottam. Aztán kis darabokra vágtam, hogy a szobámba vihessem a húsát. Ebben a borítékban volt a levél? Igen. Maga szerint ő az. A címzés, ami itt áll, ráírtak, kijavították. Ilyen volt, amikor megkapták? Igen, ilyen volt. Maga jó fiú, Edward. Azt mondja, nem mondta el az anyjának. Jó, az remek. Most mit tegyünk? Maga hazamegy. Majd jelentkezem. Kinyomozó. Nem lehet, hogy megtette mindazt, amiről a levélben ír, ugye? Tudja, nekem kellett volna aznap vele mennem. Edward, figyeljen rám. Helyesen tette, hogy elhozta nekem a levelet. Maga megtalálta Howardot. Én pedig el fogom kapni. Milyen édes és puha volt a kis hátsója. Megsütöttem a sütőben. 9 napba telt, hogy megegyem az egész testét. Nem erőszakoltam meg, bár megtehettem volna, nem bántam volna. Susan halt meg. A gondok arcára kiült rémület miatt biztos voltam benne, hogy jó helyen járok. King nyomozó, eltűnt személyek osztálya. Oscar Downey. Maga a szövetség főtisztviselője. Az vagyok. Miről van szó? Érdekelne ez a boríték. Ismerősnek tűnik. Ezt tavaly használtuk. Ma már nem használunk ilyet. Kik férnek hozzá általában? Bármelyik alkalmazottunk. Na és a gondnok? Ő hozzáférhetett? Igen. Lopni könnyű. A titkárnője megmutatná a raktár helyiséget. Igen, hogyne. Kedvesem? Igen. Ide hívnád Lee-t? Ne aggódjon, ez később is ráér. Addig is szeretném ellenőrizni mindazoknak a kézírását, akik hozzáférhettek az irodaszerekhez. Megmutatná nekem minden munkatársuk jelentkezési lapját? Maga viccel velem. Több mint 400 van belőlük. Akkor miért nem hozta ide az első 50-et? Lee? Lee Sikorsky? Igen? King nyomozó eltűnt személyek osztálya. Felismeri? Nem. Csak a pókeres haverjaim blöffölnek így. Még egy ilyen, és mehet is a rendőrségre, hogy írásmintát adjon. Írásmintát? De én nem tettem semmit, esküszöm. Rendben, akkor menjünk. Rendben, rendben. Csak kérem, ne szóljon Mr. Downey-nak. Kell ez a munka. Én tényleg elvettem párat tavaly, de csak azért, hogy tudja, hogy írjak az anyámnak Albany-be, de azóta egyet sem vettem el, legalábbis azóta nem, hogy elköltöztem. Milyen címen lakott? 200 East 52. utca. Itt hagyom magát, amíg utána nézek.
De nem szeretném, ha elhagyná ezt az épületet. Ugye ért engem, Lee? Ha nem lesz itt, mire visszajövök, egy egész osztagot küldök a nyomába. Kiderült, hogy Lee-nek jó oka volt az idegességre. Évek óta lopkodta a felszereléseket meg a készletet. Tessék, itt van. Várjon, hadd nézzem meg jobban. Albert H. Fish, az ki? Valaki, aki itt lakott. Még itt van? Nincs, sietve távozott. Meghagyta az új címét? Nem, de a fia a polgári védelemnél dolgozik, és mindig ide küldi a csekjeit. Mr. Fish azt mondta, hogy ide jön a következőért. Mi fiú megcsonkított holttestét megtalálták egy kukában. Te jó Isten! Tudtam, hogy vissza fog jönni, úgyhogy vártam. Majd egy hónapig vártam rá. Megjöttem. Nem tudom, szereti-e a sonkás roskegyeret, de azt fog kapni. Jézusom, Mayer, mit keres itt? Felváltom magát. Nem kell felváltania. De a parancsnok utasítása. Nem akarjuk, hogy ismét kórházban kössen ki. Maga mindig tudja, hogy vághat vissza a másiknak. Komolyan beszéltem, King. 3 hónap maga nélkül betett nekünk. Szükségünk van magára. Már 3 vagy 4 hete tart. Gondolja, hogy ez a Fish meg fog jelenni? Igen, gondolom. Maga tényleg nem tudja feladni, ugye? Nem, nem tudom. Nos, már nem válthatom fel. Akkor legalább hadd szórakoztassam. Rajta játszunk. Ez itt egy fúl. Van én meg a remek ötleteim. Mr. Fish! Jó napot, Mr. Fish! Jött postám? Ó, igen. Elég sok is jött. Elég sok. Mr. Fish, várna itt egy percet, amíg ide voltam önnek? Csak maga lehet a talizmánom. Albert és Fish? Mit akar? William King nyomozó. Eltűnt személyek osztálya. Ő itt Mayer nyomozó. Szeretnénk néhány kérdést feltenni önnek. Mit akarnak még tőlem? Azokról a buta levelekről van szó. Igen, részben azokról. Kocsikázzunk egyet, és aztán elcsevegünk. Nem intézhetnénk el itt. Bemegyünk az eltűnt személyek osztályára. Induljunk. Manhattanben William King nyomozó a lehető legjobb karácsonyi és újévi ajándékot kapta. Grace Budd régóta keresett állítólagos mészárosát, Albert Fisht a túszbörtönből a White Plains-be szállítják, ahol előre megfontolt emberölés miatt fog bíróság elé állni.
A Wisteria Cottage-ban tartott házkutatás alapján valószínűsíthető, hogy a sátáni fés meggyilkolt egy nőt és annak fiát még a bádügy előtt. A 6,5 éve tartó kutatás eredménye sokkolta az embereket. Így jó lesz? Igen, jó lesz. Megvan. Csinál még egyet? A börtönorvos 29 varrótűt talált Fish ágyékába szúrva. Ez hihetetlen. Fish elmagyarázta, hogy azért szúrta őket az ágyékába, hogy ezzel meggyógyítsa a betegségét. Hisz neki, hogy azt tette a lányjal, miután megölte? Minden más, amit beismert a levelében, valósnak bizonyult. Hogy megitte a vérét és megette a húsát, az ég tudja. De amikor szemtől szemben állok vele, bármit kinézek belőle. Fúj, önnek igaza van. Miféle őrült elme találna ki ilyesmit? Bizonyos, hogy őrült. A védelem ezt ki fogja használni? Nem tudom elképzelni, hogy az esküdtség hagyna, hogy ennyivel megúszza. A hasonló elkövetőket nem nevezzük mentálisan betegnek. Aki ilyet tesz, az szociális szempontból nem beteg. Attól, hogy valaki 9 napon át emberhúst eszik, még nem számít pszichopatának. Aki ilyet tesz, az szociális szempontból rendben van, ami a társadalmi helyzetét illeti teljesen normálisnak tekinthető. Vannak köztük sikeres emberek, és egyáltalán nem őrültek. Mi tudta volna, hogy a családból kerül ki a gyilkos? Mi a véleménye? Drágám, jól vagy? Maga bizonyára King nyomozó. Andy azt mondta, hogy 3-ra jön. Elnézést, hogy késtem. De a riporterek... Tudom. Én sajnálom, Mrs. DeMarco, de egy ideig elég durva lesz a helyzet. Azt mondták... Várjunk ezzel egy kicsit. Nem, tudni akarom. Várjuk meg a testvéreimet, vagy elkezdhetjük? Akkor kezdjük, amikor akarja. De tudnia kell, hogy... Nos, ez nem egy gyerek fülének való. Gertie... Sétálunk egyet Glóriával. Főzök kávét. A víz is jó lesz. Hogyne. Emlékszem dolgokra, amiket mondott vagy tett. Azelőtt ezek mindenfelé szétszórt puzzle daraboknak tűntek. Semmi értelmük nem volt. De ha most visszanézek, ezek a puzzle darabok furcsa módon mégis összekapcsolódnak. Szörnyeteknek fogják tartani. De nem hibáztatom őt. Azt viszont nem felejtem el, hogy egyben tartotta a családunkat, amikor a széthullóban volt. És hogy jó apánk volt. Megértem. Mielőtt elfelejteném... Az apja megkért, hogy ezt adjam át. Nem fogadhatom el. Neki nagyobb szüksége van rá. Vegye csak el, Mrs. DeMarco. Szüksége lesz rá. Albert Fish Jr.? Maga tehát azt mondja az esküdteknek, doktor úr,
hogy az áldozat megölése, majd a test feldarabolása azzal a céllal, hogy elfogyasszák a húsát, őrületre vall? Volt ugyanis egy konkrét előérzete, egy konkrét gondolata, hogy valamikor meg fogják erőszakolni a lányt. Hogy ezt megelőzze, meg kellett őt ölnie. Amikor nyomatékosan kikérdeztem Mr. Fisht a gyilkosságról, azt mondta: amit tettem, helyesen tettem, különben egy angyal megállított volna, mint ahogyan Ábrahámot is megállította a Bibliában. Ha helytelen lett volna, egy angyal megállított volna. A kérdés tehát az, hogy tisztában volt-e a tette természetével és súlyosságával. A válaszom az, hogy semmiképpen sem. A maga meghatározása alapján, a jogi meghatározás alapján Fish nem épelméjű. Nem az. Világos volt, hogy senki sem akarta megérteni, mekkora szörnyeteg ez a Fish. Vagy hogy megtudják, milyen mértékű a gyilkolási mániája. Csak tűnjön már el. A bíró villamosszék általi halálra ítélte. Én, drága Gertim, sokat gondolkoztam azon, ahogyan Albert Junior bánt velem. Ő nem a fiam többé, és neked sem testvéred. Soha többé ne nevezd őt öcsédnek. Szeretném, ha úgy kivágnád az életedből, mint egy rákos daganatot. Tanítsd arra a gyerekeidet, hogy megvessék őt. Ha soha többé nem tennél értem semmi mást, ezt még tedd meg. A te szerető apád. Ez azt jelenti, hogy szülinapi ajándékot fog venni nekem? Sok idő van a szülinapodig. Nem lesz ott a szülinapomon. Mindenki azt mondja, hogy meg fogják sütni. Ez igaz, mama? Meg fogják sütni Fish nagypapát, mert szörnyűséget tett? Gloria! Micsoda szörnyűségeket beszélsz? Ő akkor is a nagyapád. Maradj távol a rossz indulatú gyerekektől, hallod? Hallottad? Mit ír, rólam kérdez? Albert, add vissza! Rákos daganat vagyok? És John a hibás azért, ami vele történt? Ha John nem küldte volna el a csekket, akkor most nem a cellámban írnék levelet. Gloria. Sajnálom, hogy kiabáltam veled. Írjunk levelet a nagypapának. Ez hihetetlen. Mindig valaki más a hibás. Ő persze soha. Isten, a tanúm nem tudtam, mit tesz. Miért nézel így rám? Azt hiszed, tudtam? Tehát az én hibám! Ezt nem mondta. Egyikünk sem tudhatta, mi mindenre képes. Pedig kellett volna! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, bocsáss meg ennek a bűnös léleknek. Csak benned bízunk, atyánk. Mindenben legyen meg a te akaratod. Csak te tudod, mi a helyes, és csak te szabadíthatod meg a bűnös lelkeket a pokol tüzétől. Várj! Kérlek, ne hagyj el! Thank you.
Magyar hangok: Barbinek Péter, Széles Tamás, Jakab Csaba, Háda János, Kocsis Marian, Botár Endre, Koroknai Géza, Veszeli Simonyi Réka, Pekár Adrien, Csizmadia Gabriella, Jó Gábor. Magyar szöveg: Hollósi Laura, hangmérnök és vágó: Gáti Péter, gyártásvezető: Pesti András, szinkronrendező: Pesti Zsuzsanna. A magyar változat az SBI International megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető: Legény Judit. A film igaz történeten alapul, de a benne szereplő személyeket, eseményeket, helyszíneket dramaturgiai okokból megváltoztatták.